Na csavosztok, sziasztok! Megszoktam, hogy nincsen szakállam. Nagyon pacek. Azért látszik, hogy Széki Tibi menedzek, de... De, Tibi! A fűszva kidőlt nesze. Na mindegy. Ami nem ezt akartam, csak megláttam magam szendesen izé. De... Ez van vagy egy 20-as. Karom meg 25. Na mindegy. Na, jó nem. Na, itthon voltam meg egész nap, Andi takarított, úgyhogy volt időm. Most megnéztem, hogy tényleg nem befejeztem. Na, és komolyságot. Most, hogy egész nap itthon voltam, volt időm szétnézni Facebookon, úgyhogy most van időm belekötni másokba, hogy ki mit csinál. De most, mi ez a sok izé, motivátor így gyerekek, ezek szaporodnak, így a vírus így kivetette magukból a motivátorokat, hogy mindenki megmondja a tutit, hogy legyek gazdag, meg ilyenek. Ez volt már Szabó Péter, most már előtte a csávó. Most a testvérektől kezdve, meg nem tudom milyen naplók vannak. Mindegy, úgyhogy azért csinálom ezt a videót, hogy elrontsam az ő bizniszüket. Hát okosságokat gyerekek, meg közmondásokat én is tudok mondani. Megnéztem egy videót, hogy ne beszéljek tényleg úgy, hogy nem néztem meg. Hogy azért nem vagy sas, mert csirkék közt nőttél fel, és akkor te is csirke vagy. Vannak ilyen egyéb okosságok, de te sasnak születtél, köztük én is. Most emberek, ez lehet, hogy nem akarom lehordani, de nem tudom hányan voltak. Már írja már meg, aki egyszer legalább volt egy ilyen előadáson, hogy gazdag lesz, egy ilyen motivációs tréningen. Annyi milliómos van most Magyarországon, most vagy nem jön be, amit mondanak, vagy mindenki milliómos is csöndben van, de szerintem az első. Szóval persze van pozitív példa, szóval mindig van, akire köszön az élet, de ez a vállalkozó gyerekek, ez valaki nem olyan alkat. Szóval valaki arra született, hogy dolgozzon, hogyha ő többet akar az életbe elérni, akkor neki annyi a dolga, hogy a meglévő bevételeit jobban kezeli, vagy jobban osztja el. De szerintem, és most jön a lényeg, csak nektek, csak most ingyen, mondjuk a Bátya Shopról lehet rendelni, cserébe már maszk is van, de nem ez a lényeg most. Nem a reklámnak a helye. Na jó, tényleg befejeztem a hülyeséget. Na! Jaj, de megijedtem! Lefújta a szél a valamit. Na mindegy. Ez egy ilyen videó. Na! Szóval szerintem, és ez az egyetlen egy szerintem tanács, ami használható lesz az egészben, szívem megáll. Az emberekkel az a probléma, hogy ők gazdagok akarnak lenni, meg sok pénzt akarnak keresni. Nem ezt kell keresni, nem ez a lényeg, hanem az, hogy valamiben sikeres legyen. Mert a pénz, meg az anyagi dolgok, az csak annak az eredménye, hogy te sokat dolgozol, vagy valamiben eredményes vagy. Szóval elsősorban ne az legyen a célod, hogy milliómos akarok lenni, meg gazdag, hanem valamiben, amiben te amúgy is jó vagy, abban rengeteg munkát belerakni, sikeres legyél, és legyél abban a legelső. Ennyi a lényeg. Nem azt kell, hogy az a célom, nagyon gazdag leszek egy új osztályt. Nem. Sokat kell dolgozni, nagyon keményen kell dolgozni, és hogyha van szerencséd, akkor jó. Meg a kapcsolati rendszer, meg az ismerettség egyébként is amúgy sokkal többet ér, mint a pénz. Szóval ezek, amikor azt mondják, hogy nem is tudom, miket mondok, mert ezeket nem hallgatom, csak pufogtatják itt a közmondásokat. Tehát a közmondásokban az a jó, hogy eseteknek a 80%-ára le lehet húzni a szoba, annyi pénz költs, amennyi van. Addig nyújtózkodj tesó, amíg a takaród elér. Boom. Hát most én is megtöltök valami parkot, és csak ilyen motivációs dolgokat fogok mondani. Szóval gyerekek, lehet itt motivációzni, meg ilyenek, de inkább a bátyasokra nézzetek fel. Hogyha meg akarod változtatni az életedet, az az első dolog, hogy magadat fogadd el, a helyzetedet lásd tisztán, és a saját házad táján söprögess. Mert persze lehet találni egy-két olyan embert, akinek bejött az élet, például a Musimbe Dávid Denis, mert ő ritka szerencsés gyerek, hogy velem járhat fellépni, szóval tényleg vannak ilyenek, de hát ez 10 évente egyszer. Szóval azért, mert valakinek valami összejött, annak nincs ilyen izéje, sablonja, tökéletes boldogságra, meg aranyéletre, mert minden ember más, szituációk hasonlóak, de magával kell mindenkinek tisztában lenni.
Ja, a másik meg, ez egy saját lesz, figyeljetek, pénz nem boldogít, csak nyugtat. Ez egy Lakatos László, ez egy régi. Igen. Szóval ne gazdagok akarjatok lenni, ne becsüljétek meg azt, amitek van. Dolgozzatok keményen, sokat. Ha valaki vállalkozónak született, abból úgy is kibújkod, meg kibukik, hogy az az. Ha meg nem, akkor legjobbat ki kell hozni a helyzetből. Gyerekek, 5,5 perc alatt ennyit tudtam elmondani, de szerintem nekem is lesz egy motivációs előadásom, és akkor ilyen 2 rondjé be tudtok jönni. Vagy elmondom én ingyen is a semmiket, hogy ennyi. Csókolok titeket, sziasztok, és Sasnak születtél. Ciao.